Kondás elemérrel beszélgettünk, a bajnokság egy szakasza lezárult, hiszen a válogatott mérkőzések miatt most 2 hetes szünet van. Hogyan értékeli az elmúlt 6 mérkőzést, hogyha esetleg mérkőzésenként lebontaná, azt megköszönném. Igen, hát én először összességében értékelném, azt mondom, hogy a csapat jól teljesít. Nagyon jól sikerültek a nyáron az igazolások, akiknek lehetősége volt tétmeccsen, az már bizonyította is, akiknek meg még nem sikerült ugye tétmeccsen bizonyítani, de azok is edzésen bizonyítják, hogy igen, jó képességű labdarúgók, tehát én úgy gondolom, hogy erősödtünk mindenféleképpen a tavalyi évhez képest. Tehát, hogyha a meccsekre bontanánk le, akkor ugye a Kaposvár elleni első mérkőzés az nagyon jól sikerült, ugye a hazai pályán nagyon offenzíven játszott a csapat, és 7 gólt is sikerült elérni. Utána jött a következő mérkőzés, a Mezőkövesd, ami szintén rengeteg helyzetet kidolgozott a csapat. Ott egy gólt sikerült lőni, de a mérkőzés képe alapján akár szintén hasonló lehetett volna, mint a Kaposvár elleni. Ugye következő mérkőzést fogadtuk a Diósgyőrt, én úgy érzem, hogy egyértelműen bizonyította a csapat, hogy jó úton halad, nagyon jól játszottak a srácok, és magabiztos győzelmet sikerült aratni a Diósgyőr ellen. Én úgy gondolom, hogy idegenben a haladáshoz ellátogattunk, ott is jó képet mutatott a csapat, ő végigvezette a mérkőzést, utolsó utáni percben sikerült a hazaiaknak egyenlíteni, hát ott több kiállítás is volt, és ez nyilván ott már befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Aztán újra jött a hazai mérkőzés, ahol már egy olyan csapattal találkoztunk, aki egyértelműen kinyilvánította, hogy ő a bajnokságért szeretne játszani. Ennek szellemében ugye ők rengeteg erőket is megmozgósítanak, rengeteg játékost igazoltak már, és még szándékukban van, ahogy hallottam, igazolni. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon változatos és egy nagyon jó mérkőzésen sikerült a Ferencvárost legyőznünk, és nagyon fontos volt az, hogy a közönség is a csapat mellett volt és segítette, mert hát ez nagyon fontos, hogy a Debrecen erejébe rejlik az, hogy a csapat és a közönség együtt nagyon nagy dolgokra képes, és ez ugye a Ferencváros mérkőzésen is lehetett látni, hogy a közönség segítette a csapatot. Voltak olyan időszakok, amikor a közönség segítette át a csapatot azon a pontokon, de volt, amikor meg a csapat ragadta magával a közönséget, tehát ez mindenféleképpen nagyon jó volt. Utána jött a pécsi mérkőzés, ahol szintén vezettünk és helyzeteket dolgoztunk idegenben, tehát ott is támadó futballt próbáltunk bemutatni. Ott sajnos ugye mondjuk már az eleve a heti felkészülés az nem volt zökkenőmentes, mert több játékosunk sérülése bajlódott és nem tudott 100%-osan teljesíteni. Annak ellenére megpróbáltunk természetesen támadó futballt játszani, sajnos ezen a mérkőzésen nem sikerült nyernünk, de hát ilyen előfordul a labdarúgásba. És tehát ez volt az eddig eltelt mérkőzések. Most, ha pedig egy kicsit előre tekintünk, akkor ugye jövő hétvégén játszunk a Videotonnal, a Győrrel, tehát ezek mind olyan csapatok, akik egyértelműen a dobogó legfelső fokáért játszanak, de én úgy gondolom, hogy vagyunk olyan erősek, hogy mindenféleképpen nekünk is ez a cél kell, hogy a szemünk előtt lebegjen. Említette a csapat erejét, azért az csak bosszantó lehet a szakmai stáb számára is, hogy a sérülések nagyon tizedelik a csapatot. Igazából nem is tudjuk, hogy mire képes ez a keret, hogyha mindenki egészséges, mert ennél talán még jobb lehetne, hogyha mindenki ott lenne és hadrafogható lenne. Így van, pontosan, tehát értékes játékosok estek ki, ugye kezdjük először a Joel Damaho, aki a nemzetközi mérkőzésen, Európa Liga mérkőzésen esett ki a csapatból, vagy az Igor Morozov, aki egy szintén válogatott mérkőzésen, hazája válogatottjába szerepelt és ott sérült meg, vagy mondhatom a Nagy Zolit is, aki sajnos most a Liga Kupa mérkőzésen szenvedett olyan sérülést. Sajnos ezek mind traumatikus jellegű dolgok, tehát ezek balesetek, hogy úgy mondjam, ezeket nem tudjuk elkerülni. Nyilván bosszantó, mert azért igazoltuk a játékosokat, hogy segítsenek, és amikor pályára léptek ezek a játékosok, akkor igazolták is, hogy igen, nagyon jó igazolásnak bizonyulnak, és tudnak segíteni a csapatnak. Ilyen az élet sajnos, hogy vannak olyan váratlan események, amelyek ugye befolyásolják egy elkezdett munkának a
az úgymond olyan érdemi folytatását, de én úgy gondolom, hogy ott vannak a többi játékosok, akiket igazoltunk, tehát itt van a Zsidai Laci, a Vadnai Dani, most hogyha két MTK-s fiatalt említünk, akik szintén igazolták, hogy jó képességű labdarúgók is tudnak segíteni, de sorolhatom a többit is, a Lázárpalitól kezdve a Brükovicson, a Trinicsen keresztül, és ide említeném még a Limám Szeidit is, akit most ugye sikerült megszerezni, és úgy gondolom, hogy ő is mindenféleképpen a csapat segítségére tud lenni majd az elkövetkező időszakban. A most sérüléssel bajlódók közül kik azok, akik a videótanál egy meccsre már bevethetőek lesznek? Most nagyon jó, hogy most válogatott szünet van, mert így ugye egy átfogó vizsgálat volt a játékosoknak, és a kezelésük egy intenzívebb tartományba érkezett. Bízunk abban, hogy akik most sérültek, tehát akik nem annyira sérültek, mint az előbb említettek, itt a Bódi Ádámra gondolok, a Mészáros Norbira gondolok, akkor ők valószínű, hogy pályára tudnának lépni. Nyilván itt a Mészáros Norbinak is, ugye azt majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a héten a gyógyulása, és mikor tud bekapcsolódni a csapat munkájába, de ugyanez a helyzet a Bódi Ádámmal is, hogy várjuk, hogy mikor tud ő. Nagyon jól haladnak, gyógyulnak a játékosok, meglátjuk, hogy mikor tudnak a csapattal együtt edzeni. És nyilván ez befolyásolja, hogy hétvégén tudnak-e játszani, vagy nem tudnak játszani. Köszönjük szépen!